Én szerintem fölveszem akkor ezt a kis hitelt. De mielőtt ezt fölvesszük, a lehető legtöbb időt, hogy spóroljunk a... Hát, vagy kell egyáltalán most ezen spórolni? Mert 25 millió év, mire ezt a pénzt én összegyűjtöm. Akinek nincs hitel, az buzi. Ennyi. Ujja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 j
gyorsan, könyörgöm! Uramisten! Gyorsan! Cash register. Jó, te ebben nagyon profi vagy, kettes szint vagy mi. Hát, meg amúgy is, hát csajt veszünk föl. Ne hülyéskedj. Na, ez is megvan akkor. Nagyon jó. Start talking. Clean the state. Aztán, ez jó mondjuk, hogy ilyen van. Nagyon jó. És akkor... Jó, meg is. Tehát ő lényegében pénztáros lesz innentől kezdve. Ki is tudjuk rúgni. Tudunk neki fizetésbe állítani. Prémiumot tudunk neki adni. Szünetre is el tudjuk őt küldeni, ami sose lesz. Úgyhogy, hát ez így jó. És amúgy lehetne még valakit fölvenni, de nem fogunk. Mert minek? Gyorsan ki kell nyitni, és kacok. 22 percünk van visszatermelni a lóvét valahogy. Így. Gyorsan. Habár tényleg van egy pénztárosunk, az már nagy segítség lesz. Plusz annyi, hogy... hogy a polcokat föl kéne tölteni. Újságpapír... nem újságpapír, újságokkal. Várjál csak, ez hol is van? Annyira akarok sietni, hogy... Hát teljesen elfelejtem, hogy mi hol van. Mondjuk így belőle jöjjön. Kevéske. Úgy. Ő is nagyon jónak tűnik. Igen. Hát ja, ez így egyelőre szerintem korrekt. Oké, és... De így meg teltház lesz. Ó. Jó, rendben van. Na, meg is jött a pultosunk. Kész csók! Mi? Hogy te így viszed a lóvét? És valami van a feje fölött. Mi az a csík? A kedvét? Mutatja? Kedv, energia szint? Valami ilyesmi. Az meg nagyon viszi a lóvét. $10 tart. Azta! Az emberek meg nem jönnek. De, már itt van. Ja, és amúgy tankolnunk is kellene. Mármint, hogy kint a főtartályba. Ha? Te büdös kölök, a kurva lénikédet! Már mindegy. Ez hadüzenet! Ez nagyon komoly... Büdös kölök. Büdös kölök. Hú, de kihúzta a gyufát most. Szép rajt, szép, ja. Nagyon szép. Hú. Ezt a gyereket valahogy nem lehetem valahogy Móre se tanítani? Na mennyi haver? Hát ez ilyen hihetetlen. Hát
miért kell nekem ilyen dolgokat amúgy mindig letesztelni? Olyan készítést érzek ezekre a dolgokra, skacok, de ez muszáj. Bocsánat, de muszáj. Ezeket meg kell nézni. Na. Megoldja a technika. Ügyes volt a programozó. És mi van? Jalószat csinálsz már! Haladjunk! Tempó, tempó! Csipogod, a feje meg szétesik. Thanks. Nagyon szívesen. Fél órája, az meg így szűtjöksz azzal a hülye izével. Nem pózzál már. Ha nem, mondd már nekem, hogy ennyi mindent vásárol, hogy ennyit kell csipogni. Ezzel a szarra foglak mindjárt nyakon vágni. 42 dollárokat elvisz, hát hol keresünk mi ennyit, basszus? Hol? Hát nagyon nem éri meg, amúgy. Ez a kis alkalmazottka. Gyerekek. Dobáljuk ki ezeket a polcra sürgősen. Ja, hogy tele? Ennyitől komolyan tele van. És kacok, kicsi a helység. Esek a polcok. Ja. Basszus, gyorsan rendeljünk. Üdös francba. Valami jó cuccokat kéne rendelni, valami nagyon jókat, de tényleg, ami úgy... Na mondjuk őt nagyon szerették. Erre emlékszem. Igen, ám csak nincs hely. 153. Na, most kiléptünk. Bővíteni kellene a raktárat. 200 dollár. Eljött az ideje. Ennyi. Ezt muszáj volt. Kölcsön a válaszunk, úgyis. Hát azért ez nem valami nagy duranás. 57. Ez se nagy duranás. Ha mindegy legyen, akkor mindenből tényleg. Nehogy már itt szó érje a ház elejét. Basszus, nem mondod. Meg kell várni, míg ide ér. Igen, ugye egyszerre kell leadni a rendelés, ez is azt mutatja. Hát addig szemetet szedünk. A munkaidőt mindig hasznosan kell kitölteni. Olyan nincs, hogy lazsálunk. Példát mutatunk az alkalmazottaknak. Lássák, tapasztalják, hogy a főnök úr ilyen, én azt csinálom, amit megkövetelek a melósoktól. Ilyen egy igazi főnök. Csak az a szar ne csipogna már! Te! Hát nem lehet a halkabban? Jó néz ki. Meg kell hagyni. Mint hogyha kívülről olyan pofásabb volna ez a kis hajlék, nem? Ja, oda bekerült még egy kis polc. Egy-kettő. Hát ez nem nagy durranás, végül is. That'll do. Jó, van, mindjárt jöhetsz ám vissza, apukám. Csak mondom. Szia, Tomi. Úgy. Ki kéne fizetnem az alkalmazottakat? Hát de szart se csináltak, hova fizessek már? Ó. Nézzek az egész... Ide hallom, hogy csipók! Azt megőrülök tőled! 84 dollár! Na tessék! Tessék, öcsém! Jézus úr! 100 embert kell kiszolgálni, 45 autót kell megtankolni,
10 autót kell megjavítani. És 40 bóravalót kell összeszedni. Azt a kurva. Mi a fene? Ez nagyon durva. Ez kegyetlen kemény. Ez a kölcsön amúgy nem volt jó ötlet. Azt mondja, lehet, hogy balhé lesz most ebből. Ezt a csipogást valahogy lejjebb kéne venni, nem? Hosszú távon elég irritáló lesz, van egy olyan érzésem. Ez lehet, az talán. Nem. Nem. Ő lesz az. És most meg nem fog csipogni. Megvárjuk, nem probléma. Nincs új... Az a baj, hogy amúgy nehéz azért tényleg, tehát... Ide konkrétan csomó minden kellene. Nincs narancs! Jó, hát van ott! Ott van az! Ugyanolyan, csak picit más márkájú, ennyi. Jaj... Aha, ez így valamivel jobb. Valamivel elviselhetőbb így, de így meg olyan kis halk minden. És csak nyomja és nyomja! Megállás nélkül. Szerintem az a munkaidőnek a... jelzése, nem? Közben megtelt a szemetes. Uram, atyám. The smell is horrible. Nyugi. Hát itt vagyok. Jaj, hát egyből hisztíznek amúgy. Abban a pillanatban. Szerintem kéne még venni parkolót. Veszünk is szerintem, hogyha tudunk. Hol lehet azt? Dekoráció, igen, parkoló. Nem tudunk. Kurva életbe. Tényleg nem tudunk? PC az már fullos. Mondjuk még egy WC-t lehet-e venni. Vettünk még egy WC-t. Lehetne mélyékutat is venni. Hát én nem tudom. Itt ebből óriási verés lesz, az biztos. Kidobjuk. Jövök, tankolok, egyik lába mit, másik ott. A viszontlátásra. Kellene fölvenni szerintem egy kutast. Szép lassan, legalábbis. Még valamit jó lenne a hitelből is visszafizetni, de nem fogunk. Hát ez biztos, hogy nem. Ja, és amúgy üzemanyagot is kéne rendelni. Igen. Amit hol tudok? Itt. Tele. $450, annyi nincs. Akkor csak 100. Így 100 liter, arra még van keret.
Ja, hogy, hogy most elment az alkalmazottunk, és most nekünk kell kiszolgálni őket. Hát ez amúgy kurva jó. A újságot még úgysem húztam le egyszer se. Óriási. Ajándékba kaptál volna egy üveg valamit. Ez miért olyan nagy probléma? Ez véletlenül beleesett a kosárba. Könyörgöm. Ó, Istenem, nem kell ebből akkora ügyet csinálni. Na gyerünk, hadd szóljon. Röptive! Gyerekek, bombaforma! Jól van. Közben már kint megy a duda. Megint egy lakodalmas menet. Jó van! Már lopják a mennyasszonyt, vagy mi van? Nem kell kétségbe esni. Arosebb, hát. Öcsém ilyet. Figyelj, papa, kicsikét gyorsabban kéne szívni a... Na, így gondoltam én is. Meghaltunk. 7 perc. Körülbelül. És egy olyan verést fogunk kapni, amilyet még szerintem senki soha nem látott. Jó ez a beálló, azta. Ennyit még szerintem sosem kértek. Az igen, öcsi. Hát ha egy bolt beindul, ugye? Zene is van amúgy már. Eddig is volt zene? Vagy eddig nem fogtam föl, hogy van zene? És amúgy szerintem, még ami nagyot tudna dobni, amúgy ő még nem jön dolgozni. Ezt lehet tudni? Ez a resting. Ő kéne benne még egy mukit, vagy mi? Ó. Ez mekkora szívás. Kevin 2001 szurkol. X100. Rohadt jó ez a game. Gyakrabban lehetnének ilyen szimulátorjátékok Mystic Tops. Köszi szépen Kevin a szurkolást. Örülök neki, hogy ezt mondod. Én is nagyon élem. Úgy szeretem ezeket a szimulátorokat tényleg. Hát azért jön is majd a jövőben. Farming is ott lesz. Az is azért adni fogja. Úgyhogy ezek jók lesznek. Hát nem tudom, kicsikét én azt érzem, hogy túlterheltek vagyunk, de nagyon. Mondjuk most tankolni nem kell pont. Annyi, hogy... kellenének nagyon az alkalmazottak. Talán. Good job. Egyik után a másik. Ja, amúgy a rendőröket itt kéne tartani, tényleg, mekkora ötlet. Hát, ha bevédenének. Na, örültem. Csak úgy kajákat akartunk rendelni. Igen, rájöttem. És őt, ha kiszolgáljuk, akkor szerintem le is adjuk a rendelést megint csak. Just as I wanted. Várjál csak!
kicsapjuk. Így. Akkor... Ó. Oké, jégkrém is fogytán volt. És cigaretta is hogy elfogyott. Ú, aztán nagyon viszik. Ennek örülök. Cigarettából körülbelül rendelünk, mink ami nagyon, amit nagyon nagy haszonnal el tudunk adni. Cigaretta. Ez a kettő nagyon jó. Ez nagyon adja. Akkor emellé rendelünk, újságból van, alkoholból, hát ez kicsikét már gázos. 26. És bazzeg, majdnem több mint 100 dollárt keresünk rajta. Ezt csak most veszem észre? Mennyire tartunk? 433. Jó, hát 13 dollárom maradt. Ja igen, az újságban. Igen, valóban, tehát ez nagyon napra kész lesz, így van. Jó, jó meglátás. Hát eladjuk, eladjuk. Azt is el tudjuk adni. Simán. Megdumáljuk a vevőket. Szia, Joseph! Nice. Oké. Okay. Egy kis tankolás sem maradhat el. Ó, megjött a szállítmány! Gyere, Joe, gyere! Nyitom, nyitom! Nyitom a kaput! Ez meg kollégina nem akarna már bejönni dolgok? Bazd meg! Hú, közben itt nagyon-nagyon bűz van. Ujj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 
Na, seprőt nem tudom elővenni. Aja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 j
vendégek, nagyon nyalom. Jó van. Hülye kollégina, bazd meg, hogy nem jön bábe dolgozni. Hol van ez a hülye? Gyere már be! Lógatod a lábaid. És nem jön be. Hát ez hihetetlen. Milyen munkaerő? Fizessem ki. De ki van fizetve? Szia, Nilli. Elvileg ki van fizetve? De mindjárt megnézzük. Ugye utána még dolgozott picit. Jaj, hát... Húha. Hát nehogy itt belesántuljon. Hát miért nem szól? Hát nem...
Bassz meg. Remélem, hogy nem fosztottak ki, miközben agyon vertek. Szóval igen, fizetünk. Kifizetjük. Aha, már itt is van, mindjárt jön. Jön a banya, elvileg. Addig nem is tudunk mi mit csinálni. Jó, 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 oké. Tankolunk. Super! És már mióta ott állok egyébként a műhelybe az autójavítással. Ó, basszus. Jó, őt kicsapjuk. Ez jó, ez jó. De amúgy más sört nem rendeltünk mi? De elég gyanús. Ez elég gyanús. Ekkora sor áll itt, te jó Isten! Ekkorát még nem is láttam. Ja, és közben, igen. Nyalunk, nyalunk, nagyon nyalunk. Mindent is. Itt is, ott is, lábakat föl, hopp! Gyerünk, gyerünk. Úgy, úgy. Közben csörög a kassza, na így a jó takarítani, látjátok. Na végre! Ilyenkor érzem igazán, hogy csörög a kassza. Ez a jó. Jaj, de gyönyörű. Nem tudom kidobni? Nem tudom kidobni. Azt sem tudom kidobni. Jó, akkor így már legalább átlátom a dolgokat, hogy hogyan van. De úgy totál megérte ez a kölcsön. Így ez a veréssel, hát... Volt verés, persze. Hogyne, hát még szép. Jó, hogy volt. Azt, ahogy jönnek tankolni, de jó. Jó minőségű üzemanyagot dolgozunk, mondjuk azt hozzá kell tenni. Ez itt a reklám helye. Na, sipic! Tempó, jönnek az új emberek. Úgy, elinnen, úgy, haladjunk. Tessék jönni, tankó, ingyen üzemanyag. Még ide nem érsz. Gyerünk. Ingyen van! Ingyen! Már nem hiszik el. Ó, öcsém. Hát persze, míg várakozunk, addig szemetelünk is, ugye? Parasztok. Hogy lehet sorban állás közben szemetelni? Ember esze megáll. Ezt a sört? Anyukám, ott az a sör, látod ott azt a sört? Azt áruljad, bazd meg, azt. Az a legdrágább, azon van a legnagyobb haszon. Rendelek üzemanyagot. Ez nem jó. Megint a 100 literes játszik. Jó. Cigaretta. Na, így van, az is. És nagyon hiányos volt. Föl ne szedjed a lejtett papírfecnit, föl ne szedjed. Á, minek az? Ja igen, ide majd még kell venni egy WC-t, ja. Az örüljenek. Meg bűzölög. Jó van, szerelünk egy autót is. Változatosság kedvéért. 1-2, hopp. Nézzük csak. Bal első. Meg egy tükörcsere. Hát ez... hozható kategória. Köd, Bence. Hát kemény munka volt, meg kell hagyni. Elég kemény volt. Vért izzadtunk konkrétan.
Jó van, nagyon szívesen viszontlátásra. A kis 300 dollárosunk is. Nagyon szuper. És megint csípog, megállás nélkül. Jaj, megjött a lakodalmas kocsi. Már nyomom. Spamelem. Nyomom, nyomom. Oké. Okay. Hú, baszki. Akkor lesz majd amúgy itt jó világ, hogyha tényleg lesznek normálisan alkalmazottak. Super. Elvileg most van lóvé. Szerintem megpróbálkozunk azzal, hogy ne! Most komolyan fejlesztenem kell a gas stationt. $1000? Ó. És addig kénytelen vagyok egy alkalmazottal szenvedni? Amúgy a workshopot lehet fejleszteni $450. Ez is érdekes, hogy ott milyen fejlesztés jobb majd vajon. Bővíteni kellene amúgy itt a felhozatalt, úgy gondolom. Minél több minden legyen. Minél több minden tudjanak vásárolni az emberek. Úgy gondolom. Így. Ezt gyorsan kihányjuk. Mondjuk. Hát egy kicsikét össze-vissza vannak a dolgok, valljuk be, de... Hát ez ilyen. Így, helytakarékosan tudom csinálni. Oké. Okay. És akkor ide kellene rendelnünk némi muníciót. Ez amúgy olyan jó, hogy a zene az szól kint is és bent is. Tök jó, hogy így megvan a kis átmenet. Aj, ne, már megint a szemetes. Bassza meg. Bocs, ne haragudj, hát... Jó van, hát nem mindenhol nem lehetek ott. Gyere csak ide. Ilyen jó szimulátorra még nem játszottam, az biztos. Egyszerűen így van minden. Óriási ötlet volt egyébként ez. Ez, hogy így megalkották, kigondolták, megalkották így egyben. És jégkrémek hogy állnak? Szuper. Újság. Viszik ám a szépen. Cigarettából nincs. Autóápolás. Nézzük csak, hogy mind tudnánk nagyot szakítani. Nem rossz. Úristen. Aha. Ő jöhet. Ő is jöhet. Meg igazából minden. Körülbelül. Nézzük a kosarat. $305. Most valaki van itt a közelünkbe. Szerintem azt megvárjuk. Mondjuk még az alkalmazottat is ki kell fizetni, szóval nem várjuk meg. Leadjuk így a rendelést, az kész. Oké, igen, az alkalmazottat is ki kell fizetni, bassza meg! $100! Gyerekek, nem, az nem fog menni, babám!
Termeljed ki! Én meg azt mondom, vagy kirúglak! Na melyik? Gondoltam, hogy inkább kitermeled. Great. Awesome. Takarítót is lehet felvenni. Persze, lehetne, hogy ne. Meg szerelőt, meg mindent. Igazából. Hát konkrétan mondom is. Utas, takarító, pénztáros és autójavító. Úgyhogy nem rossz dolog ez. Igen. Elég jó cucc. Csak hát ilyen, amikor így elmegy a banya, hát majd jó van, majd kifizetjük. De most itt hagyod bennünket, sajnos. Bassza meg, megcsúszott. Ne, haver. Nyugi. Ha megint a szemetes. A szállítmányt is át kéne venni. Jövök pá. Egy valamit veszel. Ezt amúgy nagyon szeretik, ez $3, de ezt valahogy így mindig viszik. Ezért sorba állnak, basszus, hát ez tiszta. Na, ott a rendőr kollega, őrsém, vesz 7 darabot. Ez igen, 7 terméket. Azt szeretjük. 2 sör a legdrágábbból, így van. $30. Ja, igen. Ja. Igen. Hát itt hosszú távon kell gondolkodni. Uram, atyám. Igen. Nem úgy van az, hogy hirtelen csak úgy meggazdagszunk. Lehet amúgy. Hogy takarításhoz kéne őt amúgy befogni. Ja. Egész nap csak csipog. Igen. Sajnos van benne valami. Oké, mehetsz is. Szevasz. Voltak fejlesztése bőven, persze. Bőven. Ezt a challenge-et mire megcsináljuk? Innen is amúgy ki kellene haigálni ezeket a dolgokat talán. Lassan a dekorációra is költhetnénk pénzt. Nem tudom, ennek amúgy van-e jelentősége. Lehet, hogy nagyobb értékeléseket kapnánk. Good job. Na, de kiszórom a polcra akkor. 5. Hát azért még ide jöhet. Egy kevéske. Szerintem. Nem tudom, mit nem raktam ki, de mindjárt akkor itt ellenőrizzük a dolgokat. És akkor leadjuk még a rendelést. Azt mondja, hogy hát... Jó, hogy rohadtul nem éri meg, de muszáj őt is venni. Meg nem tudom, hogy mi az, ami hiányzik. Talán ő... Őt azt hiszem kiixeltük. Mindegy, ezeket berendeljük aztán. Nem jó. Alkalmazottat nem fogom tudni kifizetni. Ő kuka. És akkor így. Sőt, hát üzemanyagra is gondolni kell. 16%-on vagyunk. Bassza meg.
faszom? Jó drága a bagó. Tiszta hülyék, hogy ezt megveszik. Ezt nagyon szeretem. Azt a sör... Azt a kurva! Hát azt a sört viszik ám rendesen. Jézusom! Mi a fene? Elég szépen viszik. Nem fog tudni eleget tankolni neki, attól félek. Következő rendelés az üzemanyag lesz. Gyürgősen ráadásul. Gyorsan, gyorsan üzemanyag. 100. Üdös van. Ez van, így járták, akkor barátom. Minden nem tudok csinálni, és amúgy valóban, tehát befolyó takarításra, mert ez a takarítás, ez őrületes. Nem megy. Most visszamegyünk. És azt követően pedig behívjuk az alkalmazottat. Ja nem. Nincs pénz. Szevasz! Nincs idő a műhelyre. Tankolni sincs idő. Semmire nincs idő. Ezeket gyorsan kicsapkodjuk. Hopp. Tedd már föl, haver. Ez most mi? Itt volt eddig is? Meg az is gondolom. Aha, tehát az akkor szemét. Jó. Véletlenül leemeltem a polcról. Gyorsan őket ki kéne szolgálni. Közben mellettük a szemetes rák. Nem zavarja őket. Ezek rendes gyerekek. Atya úristen, mi ez a zene? Úristen, valami baj van? Mi ez a zene? Kezd durvulni a buli. Diszkó! Wow, super. Jó ötlet amúgy kirúgni az alkalmazottat, értem amit mondasz. Kirúgom, és fölveszek helyette újat. Hát az mekkora hack lenne már, ez túlzás volna szerintem. Nem? Orikám. Ja, nem fogja bejönni. Nincs elég lóvé. Te meg ki az anya? Azt a ku... Ja, hogy a Partibusz! Ez az gyereket nyomjátok! Nagyon jók vagytok! Hú, bassz meg! Igen! Ez a buszos menet vagy mi? Óriásik vagytok! Nyomjátok! Ah, kurva nagy! Nyalom is fölfele parkettát! 5 csillagot a Google-ön! Jó, légy szíves! Megyek a közére! 5 Michelin csillagra! Ez az! Jó van, szép nagy a sor! Nyomjátok a zenét! Igen, jók vagytok! Kitartás, gyereke, kitartást! Itt a pénztáros! Hol a pénztáros? Már is megy a kiszolgálás, abban a pillanatban. Jöhet a következő. Parti gyerekek, legény búcsúval? Meséljetek közben. Ez az. Óriási. Ó, micsoda zene. Ki a DJ? Ez igen, van még hely? Mennék én is, csak dolgozom erősen. Látjátok, kollégina táppénzem van. Ez igen. Mekkora bu... Bazz meg! Miért nem kapod el, hülye gyerek? Nem baj, buli van. Én állom. Ez az én beszállom, érted? Nagyon jó. Hajrá gyerekek! Toljátok neki keményen!
Így van, úristen, te vagy a házigazda? Te veszel meg mindent helyettük is, ahogy látom, jó van? Így barátom, így kell. Közben a szalag meg alig megy. Elgondjál, apukám, megoldjuk ezt is. Szevasz, apukám, nagyon jó bulit kívánok. 18 terméket vesz a srác, 18-at, mi a picsa, micsoda, ez komoly, mi történik itt, gyerekek, csörög a kassa, jelentem. Apukám, egy öröm volt. Ez az, fiú. Aj, kár, hogy alább hagyott ez a buli. Pedig óriási. Szevasztok, szevasztok. Összeszemetet ide bújta a szél, hát igen. És a tulajdonos szolgálja ki őket? Ez álma nem akármi. Ezt még érnek nem felejtik el, az biztos. Azt a kurva. Na most már nyugalom legyen. Smell is horrible. Nyugi, nyugi. Intézzük, intézzük. Azt is. Közben tankolok. Mindent csinálunk. Ó, nagyon beindult a buli. Ezek a legény bucsosok teljesen fölpörgettek. Jézusom. Közben várjatok, kifizetjük a kolleginát. Behívjuk őt is gyorsan dolgozni. Gyerünk! Még mindjárt prémiumot is adok neked véletlenül. Takarítani, azonnal befele, kollegina. Beindult a bolt. Hogy? Tessék vásárolni. Csak nyugodtan. Semmit nem tudok kirakni már a polcokra. Bazd meg a sör. Gyerekek, az nagyon elfogyott. Ilyenből rendelni kell még kurva sokat. Hát ez, az alkoholt imádják konkrétan. Odáig vannak érte. Jövök. A büdös istálóját. Most ezért kapom a mínusz, mi? Jó van, 4-es értékelésem rossz. Nyugodjál meg. Takaródó. Üzemanyag? Az azt hiszem van. 33%. Az bőve jó még. Én szeretem kicentízni. Hú, ezek az autóápolási dolgok nagyon bejöttek, hogy látom. Ez igen. Snackekből valamit kéne rendelni. Rendelünk egy-két snacket. Hoppá. Nagy hiba volt. Kettő, és igazából ezek az egekben vannak, úgyhogy ebből nem rendelünk most. Italból viszont... Hát nem tudom, mennyi pénzünk van. De hát már így is $200-nál vagyunk. Ó, hát akkor... És amúgy szerintem azt szeretik az emberek, hogy... Hogyha így van választék. Jó, vannak azért olyan dolgok, amiket nagyon visznek, a sör. Azokat a kurva drága söröket, azt imádják. Kollegina! Tempó! Haladjunk már, bazd meg! Hát be sem mernek jönni már lassan az emberek. Mi ez a... Besegítek akkor, te! A franc egye már meg, itt nyalogatja öregem a sebeit még mindig, mert nem lett kifizetve. Tessék! Pécit is mindjárt megcsinálom helyetted. Hú! Heh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 
Hát takarítani sem nagyon tud, igen. Az a baj, hogy most így nagyon mérő kell visszahozni a holtot. Igazság szerint a WC-t, mindent, tehát most így minden a béka segge alatt van. Megjött közben a szállítmány. Ó, te kurva élet. Megyek, szaladok, intézem. Azt sem tudom, mit rendel. Snackeket rendeltünk? Csak snacket, jó. Ide is kéne egy biztonsági őr. Mi a flame? Távassz apukám, mehetsz is a dolgodra. Muszáj megvárnom, hogy elmenjen, mert különben kirabolnának, mint a shit. Oké. Okay. Tempó. Volt? Katasztrofálisan néz ki. De jó Isten! Mit csinálsz? Te idióta! Ah, még ezt a szart is levertem. Atya úristen. Jaj ne! Ez a falat amúgy mögöttem ki kellene festeni, mert ahogy látom elég koszos. Igen, ez megint egy üzenet voltam. Ja, hogy még egyszer nekem... Ja, hogy ez még mindig ugyanúgy ott van. Na takarodj. Most ez komoly. Aszta. Így koszolódik a fal. És én ezt munkaidőben csinálom. Most ez ez óriási. Ezt nem hiszem el. Gyerekek, itt azért annak ám bajok rendesen. Nem vagyok megelégedve a csajjal. Kint is állnak már kettő rendőr. Rendőröket szeretjük, mert azok költenek rendesen pénzt. Bejön a kígyó. Hát ez csodálatos, komolyan mondom. Rendőr úr, már is csinálom. Kicsikét leápolja az autót, jó van. Most van rá pont kedvezmény, vegyem még egy kicsikét. Akkor még nagyobb kedvezményt tudok adni. Hát ez nem volt túl bők, ez én a sipírc. Van még egy 90-100 liter körülbelül. A kollégin az megvan hűlőve rendesen. Így bajban leszünk ám, nem kicsit. Hát... Az egész munkaidejét, bazd meg, azzal tölti, hogy ott szüttyög. Na ide figyelj, édes lányom. Mennyi javíts autókat? Mit tudom én? Csak valami hasznot vegyem már kurva életbe. Na, gyerünk, tempó, ott áll már egy hete lassan az autó garázsba. Csináld! Félelmetesen hülye ez a nő. Katasztrófa. Valami takarítógépet kéne fölvennünk, dolgozni. Ki imád takarítani. Nem tudom, hogy ilyen létezik egyáltalán, de én föltalálom, ha kell. Most a szép fal összeleti bazilikázva. Mi nem tetszik? Jó, majd rendelünk jövőjét, semmi probléma. Hopp! Mi volt az ott? Valami plusz 100 dollárt, ha jól láttam, nem? Jattolt a rendőr? Vagy mi? Itt trafipaxodott a közelbe, aztán... Itt hagyott egy kis... Zsozsettát? Hát én nem bánom. Jékrém. Ja.
abból is kéne rendelni. Meg hát ugye akkor már italból. Azt mondja, hogy egy kis üzemanyag is jöjjön. Meg akkor egy kis kölcső. Szóval... Ital? 180 dollárból komolyan most italokat rendeljek? Nem. Nem, inkább gyűjtünk. Egyszerre többet vegyünk. Körbenézünk, hát ha van valami nagyon nagy akció. Hát mondjuk ő azért lent van, ebből nyugodtan lehetne akár többet is rendelni. Ez hiányolt az előbb a banya, és jó áron van. Ez is kurva jó amúgy. Ennyinél vagyunk, 200 dollár. Jó, ezt akkor így meg is rendeljük. Okés. Top of the line job there. Elfogyott a boostit, vagy mi? Valamiért nem tudtam már boostolni. Tankolást. Ez aztán most bevásárol rendesen. Az igen. Kaját vagy valami? Csak piát vettél, banya. Meg egy kis, ilyen nem is tudom, ilyen ablaktisztító. Hát ez mi? A szipuzáshoz lesz, vagy mi? Ja, úristen. Lassan amúgy meg lesz az ötös szint. Ja, nagyon szuper. Remélem, hogy sikerült betenni helyére. Ezt elindítjuk. Baszki. Csak nyugodtan, itt csak itt söprögetek. Nem izélünk ide, nem azért jöttem ide háborgatni. Hát azért félreértést ne essék. Jól van, mennek a lakodalmasok. Ez mit csinál itt? Mit csinálsz itt te? Hova? Arra van a meló? Na jó van, kifizetlek, álljál meg. A szemtelen mi... Menjél, tartsál szünetet. Hülye gyerek. Fene a pofáját. Italos pultból ugye a legelején a játék azért lerakatott belőle kettőt. És hát abban van lóvé azért valóban. Alkoholmentes ital. Ez a kettő, ami jó, meg talán a cigaretta. Igen. Egy hónapra lesérült Pedri. Hát ez nem jó hír. Nem volt róla szó amúgy. Egyáltalán nem. Ezt most hallom így először. Hát ezt nagyon sajnálom. Good job. Nagy kár érte. Pretty much what I asked for. Tehát még gyors, de kihajítom. Erről van szó. Na, ez igen. Ne! Az meg. Hát ez így megpattant. Aj, dehogy is, édes kis angyalom, hát... Megugrott az, hát nem tettek róla. Hát szar a szalag. Hát, jaj. Meghívtam egy kekszre, vagy mi volt az, már nem is tudom. Egy kekszre. A
Ezt a workshopot is amúgy lehet, hogy fejleszteni kéne. És akkor mondjuk lehet, hogy... Nem is tudom. De lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy beállítjuk ide a kasszába, mert itt, itt folyamatosan munka van. És mi meg autókat szerelünk, és közben takarítunk. Lehet, hogy ez volna a meta. Nagyon nagy hiány van a sörből. Nem tudunk, semmi nincs raktáról lényegében. Semmi. Semmi az égvilágon. Ennek mindjárt utána járunk. Igen, újságból lényegében. Ja, csak újság. A raktáron. Oké. Alkohol. Kis alkohol talán. Thanks. És elment. Baszki. Hát a rendőr úr. Ó, szegény. Hát cserbe hagytam. Ez a takarítása is valamit kezdeni kellene, mert nagyon-nagyon sűrűn kell takarítani. Megpróbáljuk bizony a pénztáros dolgot, felállás. Csak ugye azt se tudom, azt se tudja ő folyamatosan csinálni, mert lejár a munkaideje. Szóval, hát azért úgy... Bajos így. Mert most is még nem dolgozik addig. Hát ez van, itt áll a sor. Meg ugye takarítani kell. Oda néz, már hárman itt vannak. Elképesztő. Ugye eredetileg is őt kasszásnak vettük föl. De azt tudja legjobban csinálni. Elvileg. Nagyon ügyes voltál, így tovább. Igen, így van. Én is így gondolom. Az egy hajszálom múlt. Ezek az autóápolással kapcsolatos dolgok is tökre mennek. Teljesen tök jól. Ne, babám, tehát hidd el nekem. Megugrott megint. Az meg. Egyszer nem megy. Great job. Istenem. Egyik után jön a másik. Nem baj, halad a challenge. Egyben fejlődik a benzinkút. Lassan megvan az ötös szint. Ami megint csak akkora érdeklődés fog majd okozni, hogy az megint durva lesz. Great. Ekkora lenne a kiesés abban az esetben, minden éjszaka bezárnám a kutat és rendet tennék. Ebben az esetben a nőci rendelkezésemre állna a nappali műszak során. Estére, mivel zárva van a kút, nem kellene. Tudnék rendet tenni, mindent rendbe tenni, és szépen beáll a dolog. Hát ja, meg lehetne próbálni ezt is, és akkor nem lenne ez az őrült nagy pörgés. Igen. Mondasz valamit. Awesome. 88% közben.
mondott valamit a Peti. Hát ez eddig amúgy teljesen 0-24-es. Teljesen. Hello? Várok mindenki sok szeretettel. Ötös szintet most már össze kell hozni. Az most már hatodik haszakad. Össze kell hozni. Megszedjük magunkat kegyetlenül aztán. Tána. Megnézzük a dolgokat. Most $544 van. Azért ez már egy egészen fasza. Közben van egy megszerelendő autó is a garázsba. Ja, esti rendelés, ja, aha, igen, tök világos, igen. Mindenképpen egy olyan dolog, amit meg lehetne próbálni. Rend a lelke mindennek, végül is. És akkor lehet, hogy mindig annyit kibírna egy-egy nappal, egy-egy ilyen műszak, amikor nem kellene napközben folyamatosan takarítani. Aztán később, hogyha kurva sok az alkalmazott, akkor meg lehetne folyamatosan futtatni mindent is. Szerintem. Nem kellene így napközben rátakarítgatni. Ja. Hát azért a falat is jó volna amúgy újra festeni egyes helyeken. Így van, úgyhogy megpróbáljuk. Elvileg ez is számít. Közben ugye megint a pénztár. Aztán bezárjuk a bánatba az egészet. Így. Így van, forgalomfüggő a takarítás, így van. Hát a lábtörlő az rengeteget segítene. Hoppá! Megugrott egy kicsikét. Ha jó, te még ezt kifizeted, jó van, örülök neked. Elintézzük ezt gyors passz, mehetsz is, apukám. A legnagyobb tiszteletem! Szevasz, édesöcsém. És most takarítottunk, baszk. Jó, mondjuk itt festés volt, jó, mondjuk az... Igen, arra eléggé allergiás a játék, úgy vettem észre talán. Hát... Fene tudja. Fene tudja. Ugye vannak itt bajok, rendesen. Hú, azt a mindenit. Szegény kakukkos óra is le van már rúgva. Jó van, szépen kipingáljuk a helyet. Van egy kis gebasz. Így. Jöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjj. Azt is. Nem jó ez a fröcsögés, mert kurva nehéz letisztítani. Olykor. Ez is tökre menő, hogy bizonyos időközönként kell egy tisztasági festés. Tök menő. Hát szerintem... Nem, ez még mindig nem jó. Végig tiszta maszat a fal. Igazából ez nem kiesés ilyenkor.
Csak max annyi, hogy nem pörög folyamatosan a bolt, és nem jön folyamatosan a bevétel. Kölcsönökön meg el kellene gondolkodni. 87%-ra visszaestünk? Mi? Nem följebb voltunk ott már. Na mindegy. Ez fura. Szépen fölnyalunk mindent. Itt bent is koszos vajon a fal? Hát nem tűnik úgy. Jó, PC-t gyorsan megnézzük. A üres üvegek. Az meg ilyet. Gyerekek. Micsoda világot élünk. Temetest ürítjük a biztonság kedvéért. Okés. Na. Megszerelendő autó ugye ilyenkor már nincs, tehát egyből kiállnak. Ja, hát csórikám, sajnálom. Itt is van egyébként ugyanúgy PC. Tök jó. Ja, ha bezárok, akkor visszaesik? Népszerűség? Ó. Azokat kellene megnézni. Sőt. Még meg sem néztük, mióta fejlesztettük a raktárunkat. Hogy változott-e valami az emeleten. Nekem úgy tűnik, hogy igen. Picikét úgy... hát, otthonosabb lett. Elég furán néz ez ki még mindig. Jézus úristen. Szemét hegyek. Kérem szépen. Ott is pizzás. Tökömbököm. Mondjuk azokat a... Hát, jó, ezeket mondjuk lehet nem kéne már kidobni, de a kalapácsot is. Jó, lehet, hogy túlreagáltam ezt most. Hopp! A mellé ment. Úgy... Innen is a szemetet vajon össze kéne szednem, vagy... Hát szerintem igen. Innen oldalról... Esetleg van-e valami... olyan dolog, amit meg lehetne csinálni? Hát nem igen. Üzemanyagot majd meg mindent ellenőrzünk, hogy mi hogy áll. Csak gyorsan egy szemét ellenítést beiktatunk. Ja tényleg baszki, hát itt ül a banya. Ez mennyire kemény, és ide lehet jönni hozzá bármikor. Minden fasza már ez? Nem? Ez kurva király. És itt van. Ide gondolom még majd jönnek lakókocsik. Ez óriási. De hát mondjuk itt is azért lehetne mit kiszólni, de... Hát hogy őszinte legyek, én nem. Nem igen akarnék ezzel foglalkozni, vagy igen. Ezt azért kidobhatnánk, mert ez tényleg mi a szarnak. Ezek is. Ez is egyesével ugye, hát... Ja, hát jó. Több spelótot kell még ehhez enni. Külső festés? Ha-ha! Nem! Nem! Vagy na jó, majd talán egyszer igen, de... Nem muszáj, akkor nem akarnám én, mert így szebb.
Jobb hangulata van, nem? Nem jobb? Komolyan. Szerintem jó ez így. Kopott, ütött kopott. Béka. Ez se kell. Mindent kihajítunk. Még ez a hangszereket szerintem itt hagyom. Ez az tök menő. Raklapok, Istenem. Ez hogy a raklapokat ki kellene kapkodni. Aha, működik. Ne buruljön! Hát akkor minusz egy szintetizátor, vagy mi a kurva anyja ez? Zongora. Mert hogy én ezt föl nem állítom, az biztos. Hát ez, nincs az az Isten. Hogy né? Akkor végre rend lesz itt is. Még lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni az egész játékot, hogy rendet rakni mindenhol, de hát... A munka, a termelés az... Soha nem állhat meg. Na. Jó. Minden nagyon fasza. Raklapok ide. Hát ez maradjon. Maci is maradhat. Kapja az engedélyt. Jézusom, hát hogy néz ez ki? Hello. Odaállítom, hát remélem, hogy el fogják innen vinni. Nagyon ajánlom nekik. Na. Ez nem tudom, hogy hova ment, de... Hol van az ott szerintem? Gyerekek, ez nehéz, ez érződik, hogy nehezen hurcoljuk. Talán elviszik. Kérünk egy ürítést. Hát, ha úgy egyszerűbb lesz. Remélem, hogy kijönnek ilyen későn is. Ingyenes ez igazából, úgyhogy tök jó. A hanyagot kidob ilyen drágaság mellett. Hát... Ja. Most muszáj. Megy a bolt. Nagyon megy a bolt, muszáj. Nem szarozhatunk. Pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Krumpli masszírozó feliratkozott, még hogy 25-dik sokkal több az. Köszönöm szépen, Krumpli a 25-et. Gondolom most nevetsz. Vajon miért? Nem tudom miért nevethetsz. Nevetsz? Jó volt! Jó ez a hang, mi? Tudtam én. De hát az öreg Gaben, ugye? Nem felejtjük el. Sose volt még ilyen jó. Na jó, van akkor. Majd elmúlik. Hetven? Már nagyon itt van. Gyerünk, kollega, nyomja! Mesélj, mi a helyzet, krumpli.
Közben nagyon lassan üríti ki a szemetest. A Joe bácsi, a Big Joe. Mi van, fater? Hát azért maradt még itt, hello! Hát mi ez a fél munka? Az öreg anyádat vissza foglak hívni. Ha rajta múlik, egész végig éjszakázol, az biztos. És a többi? Ja. Oké. Okay. Na, így gondoltam pont. Hát ő így egy csapásra hármat. Tudjátok, mint a legyekkel szoktunk. Meló ezerrel, jó van akkor? Jó van. Jó van. Na, szerintem becsukódhatunk közben, nem? Vagy... És ez... Fél munka, itt is. Meg oda néz. Kapjuk fel ezt a szart. Hoppá. Nézd, oda nekiállok itt frisbizni ezzel a... Mi ez? Fúrnérlap? Az öreg anyádat már! Ez hova lett? Na. Hát én úgy tervezem, hogy lesz krumpli, igen. Persze. Igen, de hát Harrowstone meg menstruál. Hogy ki tudja, hogy ott ő most lesz-e vagy sem. Őt még meg kell győzni. Mind minden évben. Hát nem tudom, eddig akarja még ezt így folytatni. Minden évben játsza. Egyszer kéreti magát epit, mint a mennyasszony, tisztára. Na kérem szépen, kérünk még egy szemétszállítást. Hadd dolgozzon, hát az öreg Joe. Na mit akartunk csinálni? Alkoholt kellene rendelni? Mindenféleképpen. Az egészen biztos. Ujj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 
Ez eszméletlenül megéri. Lehet, hogy nem ennyit kellene rendelni, hanem mondjuk csak kettőt. Mi mondjuk, nem, elég. Kettő így van, és akkor az 40 darab. Ő jöhet is így, ez jó. Meg mi az, ami még úgy sokba szokott kerülni, sokba, mert nagy haszon van rajta? Ő. Ő is jöhetne akár. Egy. Kettő. Aztán kész. Így, hát így van. Keves ő is a videtés, mint Ramos, igen. Oké. Okay. On the way. Üzemanyagot megnézzük, jogos. Üzemanyag, hát az ilyen 26%-on van. Most mi van akkor, hogyha esetleg üzemanyagból többet rendelünk? Van esetleg rá kedvezmény, vagy? Nincs. Nincs, ki van zárva. Esetleg 100 litert még berendelünk, aztán kész. Pörgesd föl magad, bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Hajdu Zé Hun feliratkozott. Na jó napot, mi a büdös nagy helyzet? Szevasz Hajdu Zé, nagyon szépen köszönöm a 18. hónapot. Hát, szimulálunk, nagyon-nagyon szimulálunk. Van egy benzinkutunk, van mellette már egy műhelyünk is, ahol néha szerelgetünk. És ja, ugye hát benzinkút, egyben kisbolt is van hozzá, úgyhogy tök menő ez a része. Közben nyitva hagytam, bazd meg a kaput. A kurva. Amúgy nagyot mondasz, Gepard, így van. Így van. Hát elvileg valamúgy ranglista, csak hát az offline ranglista sajnos. De jó lenne, Viktor, mi van?
Szép volt. Olvasta. Igen. Igen, igen. Jó, bezárjuk. Sör az mindig van itt. Ékrém? Hát egy kevéske, mi az is fogy? A kurva 700-át. Hát ő most... Ájjajja, ő nagyon jó áron van, tehát most ebből szerintem berendelünk bazd meg egy raklappal. Hát ő kicseszett jó áron van, tehát konkrét az átlagos ár 23. Ezeket nagyon meg kell ragadni, úgyhogy most átnézzük az összeset. Még amúgy rendelünk ebből, ez kurva jó áron van tényleg. Így ennyi egyelőre talán. Ahogy néztük már egyébként itt a dekorációnál a lábtörlő, de nem találtunk abból egyelőre. Igen, keveset tankolnak, így van. Eléggé. Alkót kicsapjuk. Na azért ez így már nem rossz. Jó, italok. Oké. Okay. Újságok menjenek kifele szépen. És akkor beengedjük a kollégát. Ki mindjárt itt is van. Jól jövünk. Hát ha túltankolom, akkor negatív értékelést adnak sajnos. Szia Salikama! Na, Viktor, fekvőrendőr, mi? Egyenruhás? Ja, ugye. Vannak itt azért fogós kérdések, de mondjuk ide körhinta kellene szerintem. És viccen kívül, ne tessék kinevetni, de tényleg az kellene, körhinta. Körhinta apukáim. Na, 144 dollárunk maradt. Az nem túl sok. Most mit hoztunk? Jégkrémet? Igen. Az. Más, azt hiszem nem is volt. Na most ezt a kevéske lóvét mire költsük el? Mi kellene még? Ja igen, körbenézzünk, ezt beszéltem pont. Mi van jó áron? Hát, ő nem rossz. Igen. Meg azt is lehetne akár csinálni, hogy ami nagyon nincs jó áron, azt nem vesszük meg. Hanem csak azt, most ő is például. Hát azért úgy lement szépen, ja. Hát... nem az igazi. Azt a kurva, na ez igen. Na ez nagyon jó. Például ebből is lehetne berendelni, most kettőt tudunk sajnos, annál többet nem. Ez se rossz. Úgy eléggé lement. Azért ezekkel lehet keresni. Viszonylag elég jól. Úgyhogy ő az, aki úgy... ami úgy szimpatikus. Szia Gyuri bá! Első mért, nem emlékszem véletlenül, hogy olvastam el. Nem. Nem, miért?
Igen, vigyázzál erre, Hajdúzé, így van. Nehogy, nehogy bevonják a licenszed. Húha. Ja, csak hát... igen, Peti. Csak picikét így... Mondjuk jó is kell, kell lesz, hogy egy picike kis nyugalom van. Nincs ez az óriási rohangálás. Így van. Még mondjuk talán jégkrémből lehetne. Amint ilyen pultból, de... Egy nem... Kinyitunk, skacok aztán. Valaki jön. Megvárjuk. A kollégát beengedjük. És akkor utána tényleg kinyitunk. Ez a piros gomb itt mi? Reset! De jó! Az igen, van ilyen reset gombunk. Na azért így sokkal, sokkal vagányabb lett. Sokkal világosabban. Barátibb az egész. Ja, ja, hát ez... Hogyne, ajjaj. Szerintem most rámegyünk a dekorációra még. Következ. Hát attól függ, mennyi bevételünk lesz mondjuk, ja. Sok. Ha mennyi, sok. Megvárjuk, ne aggódj, megvárjuk. Nem kerget a tatár. Olegina. Hú, van püfékel, az már jó jel. Hát, ja, lehet, hogy ráférne erre egy bazi nagy festés. Kurva életbe. Na, gyerünk, nyissunk ki. Aztán legyen meg az ötös szint itt. Akkora forgalomra számítok én. Ezt nem tudom, hogy hogyan fogjuk bírni. Őrületesen nagy forgalom lesz. Akkor ugye rendeltünk egy-két ilyen érdekesebb dolgot. Tisztítószert, úgyhogy azt szépen kicsaptuk. Elvileg semmi nem lehet már nálunk. Így van. Mindent elköltöttünk. Őt pedig behívjuk. Kasszásnak. Természetesen. Tényleg azt a busz megállót még meg se néztük. Nem kell esetleg szemetet eltenni, vagy valami? Nem? Jó. Olyan ritkán jön ide. Ritkán jön ide partibusz. Örület. Hát egy percet várni kell. Még most már annyira nem kell egy perc. Hát... Már itt is van az első ügyfél. Gyere! Ingyenes az üzemanyag! Ah, itt a tankolás ingyenes. Ez mi csinál? Hello! Ez nem átjáróház, bunkókám! Tessék megállni! Álljál meg azonnal! Nem megmondtam, vagy nem megmondtam? Ja, hogy szeretett jöttél! Ezt elfelejtettem, hogy van ilyen baszki. Jó van. Nagy a kátyú. Kurva életbe bele. Miért kell mindig vadulni? Bal első defekt. Legény. Most már muszáj neki, igen. Ranc, szedje meg. Ebben van a big money. Hát csak úgy tűnik. Hát jó, amúgy nem rossz, de... Hát ja, nem rossz. Atya úristen. Hát igen, keveset már dolgoztunk azért. Nos. Mi? Eltűnt a földbe? Vagy föld alá? Vagy mi van?
Jó, jó, oké, korrekt. Tényleg ezt amúgy nem tudjuk kinyitni még mindig? Kollegina már hogy dolgozik? Aha. Tényleg is másnak a csomagtartója? Nem tudom föltörni esetleg. Hát ez elég merész elképzelés szerintem. Azt a kurva, de föl lehet törni, bazd meg. Menj már! Komolyan! Gyorsan! Nyílj ki! Nyílj már ki már! $5. Jó, oké, csak itt defektes volt a jobb hátuk. Beszarás, baszki! Kiloptam öregem a csomagtartóból valamiket. Ezt meg ugye nem lehet, de szar autód van, öcsém. Hát ez óriás. Lehet, hogy ezért mászkálnak itt erre fel a yardok. Kész csokom, nagyon szép autó. Ez igen. Húha, nagyon szép védőtisztítás esetleg. Jó, van, nem probléma. Tankolunk, tankolunk. Jövök már. Ah, mekkora már! Miközben tankolnak meg vásárolnak, kilopom őket! Hú-hú! Ez mekkora üzlet! Erre most jövünk rá! De nem rájöttünk. Jó van, csak lassan kollégira, ne tessék annyira húzkodni azt a szart! Na, hol is tartottunk? De ezt nem tudom kinyitni. És ezt fölhet... Jó napot kívánok! Csak tessék ide, te... Így, így. Én vagyok itt a parkolóőr. Igen, igen. Jó napot! Ott arra van a benzinkút, bolt, minden. Szerelőműhely. $13. Óriási. Nagyon megyünk. Nagyon megyünk, gyerekek. Nagyon megyünk. Hú, lehet. Hát én bezárom a műhelyt mindjárt a francba. Hát tudod, ki fog itt szerelgetni, mikor lopni is lehet? Hát ez ebben van a pénz. Hát a kollégina itt húzza az időt, érted, a csapatmunka. Húzza az időt, én meg lopok. Üzleti érzék. Csak tessék nyugodtan válogatni. Még lehet. Nem sokáig van ez így. Aranyi élet, ugye? Hát kurva, minden itt. Borsan kicsikét fölnyaljuk a terepet. Ki az, aki pénzt árul a csomagtartóba? Hát igen. Jó a kérdés sajnos. Jogos is. De hát ez nem ránk tartozik. Rendőr, gyorsan szolgáljuk ki. A lehető leggyorsabban. Takarodó biztos úr, takarodó. Itt lopunk, nagyon lopunk. Tempó, tempó! Elő ne vegyem a seprűmet, mert az veszedelmes tud lenni olykor. Ó. Újság? Ha? Jó van. Jó van, olvassatok. Nagyon jó az újság, írtó jó minőségű. Ott a WC-t is tessék megnézegetni, megpróbálni, milyen. Nagyon jó. Hopp, azt a falat még nem festettük ki. Hát ez hogy lehet? Vigyázzat, nehogy szorulás legyen! Vagy dugulás. Az anyádat. Ah.
megvan. Működik. Jó van, gyerek. Ez is megvan. Milyen autó? Az a kis busz, az kell nekem. Tempó! Íííí! Eltört! Asszad meg a nyád! Nem én voltam! Nem én voltam, tényleg nem én voltam! Mi az, hogy ez lezárja a püdös parasztja? Hát kőfelverődés van a sivatagban, te barom! Hát neki pattan egy... moszkító, aztán már bekapcsol a sziréna, hülye majom. Istenem. Csinálja itt a fesztivált a sivatag közepén. Fú. Alig tankoltok. Tudtok róla? Na, azért alakul. Mindjárt meg lesz az ötös szint. Na utána mi lesz vajon? Hogyan került át ide festék úgy, hogy bazdmeg én a másik helyiségbe festettem? Ezt tudja valaki? Na mindegy, megyek szerelni egyet. 627 dollárnál vagyunk jelenleg, kacok. Hova lett innen az autó? Megunta szerintem a várakozást. Kollégina, hogy bírja? Kapja a jattot? Nem kapja. Hogy adjunk neki a... nem adunk. Elmadunk. Ezt meg. Elmadunk. Itt kitakarítunk gyorsan, még itt van. De hamar ő, hamarosan ő fogja adni itt a szolgáltat. A küzdést. Nem sok van már neki vissza. Az erejéből sajnos. Hát egy kicsikét tápos a menyecske. Az az igazság. De hol itt, hol van itt a szemét? Aha. Üdös paraszt, a szemem, az orrom előtt szemeteltek. Gyerekek. Kegyelet, kegyelet legyen bennetek, legalább. Lehet ilyet is. Na! Ötös szint. Ó! Már csillog, villog. És még mindig egy büdös nagy putri. Az egész. Ennyi. Szarból várat építünk. Mi meg tudjuk csinálni. Barcelonában nem. Hihetetlen. Uha! Azért ő kér rendesen üzemanyagot. Azt a mocskos. Ja, közben ki kéne szolgálni a biztos urakat. Természetesen! Természetesen! Jövök, megyek, jövök. Have a nice day. Legjobbakat, uraim, legjobbakat. Ez a bevásárló kocsi az szerintem bevágolt, ugye? Igen. Valami jó esmi lesz. Szevasz! Ötös popularity. Most fogok szerintem megőrülni. Hát itt annyi ember lesz. Lehet, hogy most kéne bezárni a helyet. Ha már a kollégina így elment, nem? Valaki a garázsnál. Nézzük csak meg. Gyorsan nézzük meg ezt. Parkolóban meg nem férnek be többen. Tök jogos, amit mondasz. Teljesen jogos.
Sajnos. Úgyhogy bővítünk. Bal első. Hát bezárjunk szerintetek? Még egy picikét szerintem nyitva hagyhatnánk talán. Most úgy nem érzem azt, hogy annyira szét van esve a bolt. Még egy picikét talán várhatnánk vele. Azt a már hogy ki van világítva, de fasza. Kurva király. Hát lassan bakker. Tényleg ott tartunk, hogy azért most már ki kellene pingálni jobban ezt a putrit. Kifesteni meg ilyenek. Most már egyre jobban igényli, nem? Vagy csak én érzem ezt? Mindjárt komolyan mondom. Hát most megcsinálom. Parkoló bővítést. Nem, most nem. $1100. Igen, megéri amúgy ez az autójavítás, egyértelműen megéri, viszont... ott a haszon az... tehát a csalóka. Mert be kell rendelned oda alkatrészeket ugyanúgy, és kurva drága. Iszonyat kemény. Munkatársat nem tudunk fölvenni, fejleszteni kell hozzá a kutat, ha jól emlékszem. Rendőr lockpick mennyit fizetett? Jajj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 
üzemanyagot kell rendelni. Sürgősen. Sürgősen. Jézusom. Még egy, nem is tudom, tele. $700, bazd meg. De 200 litert berendeltünk most. Talán belefél. Szia, junk food. $1000 kell a fejlesztéshez. Igen, plusz édesapám, meg kell csinálni azt, hogy megtankolunk még 7 járművet, megjavítunk 6 járművet, és kiszolgálunk még 3 mukit. Úgyhogy ennyi, igazság szerint. Ja. Közben jött egy nénike autót javítani. Egy tükörjavítás. Csímaliba. Csináljuk. Úgy néz, a viszontlátásra. Tényleg nagyon régen volt az a kis troll gyerek. Ez kár volt mondanom. Ez egy igazi kis szarházi, aki direkt kifigyel bennünket amúgy. Tényleg? Szó szerint? Direkt terrorizál. Hoppá, picsába, kicsikét túl bent. Nem örült neki a néni. Tudom, a kolléginát mennyire tudom most behívni. Aztán megnézzük. Ki vagy fizetve, banya? Most már igen. Légy szíves, gyere be dolgozni. Már jön is. Óriási. Jó, úgyhogy várd meg akkor. Mindjárt a kollégina. Ennyi türelmet kérnénk. Hát ennyi türelem az egy boltosnak is kijár, nem?
Na, jól van. Mindjárt jön a kis kollégirácska, intézzük, csináljuk. Nyugalom. Hoppá. Nem kell itt egyből majrézni. Jövünk, csináljuk, nyomjuk. Temetet szedünk, minden van itt, pörög az ipar. Egyet így, meg bűzölgünk egy kicsikét, nem probléma. Az csak szemét, nem kell tőle megijedni, nem bánt. Uram, atyám. Ez meg mi a szar? Hogy kerül ide be egy boltba? Megint mekkora kosz van itt? Nem hiszem el. De most takarítottunk ki! Gyerekek! Jézusom! Bámulatos. Jó, ezt a műszakot még letolja a kollégina, és akkor azt követően bezárunk. Aztán átgondoljuk az életünket. Mire toljuk bele a lóvét, a rengeteg lóvét. Ha kell, kölcsönt is fölveszek, most nem érdekel. Bevállalok én még egy verést akár. Szerelni nem kell. Kis polszkikat föltörjünk. Ez az autó nekem nagyon szimpatikus. Gyerünk! Ász meg! Mi az a drumset? Lowsner. Jó napot kívánok! Megnéztem az autót, nagyon szép. Ez félelmetesen szép. Ezért kerekeket ellenőriztem, hát munkám. Menjen, viszontlátásra, jó utat, balesetmentes közlekedés kívánok! Dobhoz valami cucc? Jó Isten. Aha, oké. Van egy szerelés. Szeretjük. Egy jobb belső defekt van. Egy karosszéria javítás. Ez elefér. Ó, hát. Könnyen megoldhat. És oké. Okay. Menet közben nem tudom föltörni. Míg futok mellette. És nem, bakker. Vagy elő van a motor? Ennek elő van. Egy elő van! Álljál meg! Mi van? Föltöröm! Nyugi! Baszki! Megjöttek a parti állatok! Ez az! Na ez most... Fuhú! Ez a legjobb, amit történhetett velünk. Great. Az orra előtt törtem föl az autóját szegénynek. Istenem! Azért hova süllyedhet már ez a benzinkút? Gyorsan, most kell kigyarni a benzinkutat. Kollégina, pörögjön! Jöjjenek befele, parti állatok, óriásik vagytok, ez igen, nyomjátok! Segíteni nem akartok? Eladott pumpáljátok! Jó van! Ez az, írtójók vagytok! Tempó, kollégid a tempó! Tempó! Hogy... Mi? Hát! Jabazz meg! A büdös! Hát pont most tette le a szemetes! Ezt nem hiszem el, bazd meg, most emiatt lepontoznak!
Ó, mekkora vadállatok vagytok! Jézusom! Hát, jó van! Kint a nagy konténerbe is lehetett volna pakolni, hogyha már itt tartunk. Istenem! Nézd meg, hogy tolják! Ez az! Legény búcsúznak, megint. Jó teszik, igazuk van. Ott van kint a busz. Ez az, gyerekek! Egy kis... várjál. Nincs itt valami? Okosság? Elrejtve nekünk? Véletlenül? Szemben... Na, űrutazás is van! Azt a lehet befizetek hozzátok. Legények, hát jó van. De jó! Ki a rendezvény szervezőtök? Oda mennék én is. Húha, ez igen, nem akármi. Ezt aztán nevezem, tényleg. Le a kalappal előttetek. Atya világ, micsoda talpalávaló, őrület. Ez minden benne van az árva. Uhú. Tórikáim. Hát, kapták rendesen az ívet. Ezek itt maradnak. Hát igen. Nézzük csak... baszki, hát ez melós. Ez nagyon. Ez sokban fog neked kerülni, kis barátom, csak most mondom. Így előre. Ja, a challenge ez már nem sok mindenke, valóban, így van. Igen, igen, igen. Egy autójavítás, három autójavítás, ezen kívül, meg egy tankolás. Ez halad szépen lassan. A következő challenge-et el sem merem képzelni. Szerintem meg sem állunk a challenge-ig, nem? Egy tükör. De meg van még itt egy jobb hátsó defekt, azt is javítjuk természetesen. Hát, nem tudom, gameplay. Hát ez ilyen hiper-szuper seprű. Szóval igazából sose lehet tudni. $450. Elég vagány. Injekciós fecskendőket eltesszük. Ki tudja még mire lesz jó. Hogy... Nem látta senki, jó? Köszönöm. Tankolok, tankolok, jövök már. Wow, super. You're amazing. Nagyon jó. Megvan. Szia Tamás. Hello, hello. Szerelni jön a biztos úr? Hát defektes a bal hátsó. Igénytelenek ezek a rendőrök. Na mindegy. $2500, gyerekek. Lejárt a műszak? Akkor bezárunk. Bezár a bazár!
Ellett akarod menni, fáradni. Elég jó, nem húzzuk túl. 5%? Mi? Mi az, hogy 5%-on vagyunk? Hát a popularity az így... Ez hogy gondolta? De most komolyan. You're a lifesaver. Jó Isten! Rendőr lockpicket nézünk. Á, de hát... Nem... Várj, ránézünk azért, hogy... Master! Ajajajajajaj! Az kicsikét így... Hát nem is tudom. De be vagyunk zárva. Jó, hát megtankolom én szívesen. Kiszáll és vissza fogsz állni. Ennyi. Hogyan raktam ki? Hát gatya, művész sem árulja el a titkait. Úgyhogy ez az én titkom marad. Nem úgy volt már, hogy megosztottam. Hogy is működik ez, miért van ez így. Hát ez most így. Ez így el lesz tusolva. Kérlek szépen. Na, hát 2500 dollár. $1000 elmegy kapásból majd a fejlesztése, úgyhogy $1000 meg kell tartanunk. Baszki. Újságos polcot gyorsan földobjuk. Ékrémeket ellenőrizzük. Oké. Autótisztítóból kevés van. Alkoholmentes italból szintén kevés van, úgyhogy ezeket szerintem pótoljuk. Közben szemetet vigyék el. Nézzük, hogy milyen alkoholmentes ital van most. Hát ez nem az igazi. Ez kurva drága. Jézus úristen, ebből biztos, hogy nem veszünk. Ez jó most, hát... Talán ebből kellene most úgy jobban legyen. Rákcsálni valóból. Büdösködök! Kurva néni kérek megmerem öte! Erennan! Valamit hadd basszak hozzá! Adjál valamit! Büdös... Mit mondjak? Ez itt mit művelt? Ez itt megint mit csinált? Hát ez a gyerek... Ez engem a sírba fog tenni. Ezt miért nem tudom eltüntetni vajon? Ez érdekes. Tehát, hogy belülről kell, vagy mi? Na? Tele van már rajzolva az egész. Ó, édes Istenem. Ezt a szemtelen kis hülye gyereket. Hozzam le a fegyvert. Ja. Tudom, be kéne rakni a polcra. Tényleg nem mondasz hülyeséget. Azóta ezt nem tudom használni. Ez csak így dísz. Milyen föltesszük a polcra. Gyere be az ajtón. Kösz. Így. Vagány, nem?
Elrettentő. De várjatok, megint ott tartottam, hogy a rendeléseket adom le. Ez a kis büdös kölök megint megszakította ezt a folyamatot. Halleluja. Hát ő nincs rossz áron végül is. Ebből akár lehetne kettőt. Popcorn nem az igazi. Akkor legyen ebből három. Oké. Okay. Valamiből még lehetne szerintem. Cigarettát pontam. Jó. Mi az, ami jó áron van? Ő jó volt, azt tudom. Tehát őt viszik, mint a cukrot. De hát, ha van valami olyan termék, ami nagyon-nagyon lent van. Hát akkor legyen ő. Megmondjuk ő. Akkor hogy állunk? Hát ez így sok. Igen, ez így. Úgyhogy leadjuk ezt a rendelést. Ezt kipakoljuk szépen. Fölszórjuk a polcra. És akkor raktárunk egy picikét majd föllazul. Vagy a raktárat nem tudnánk esetleg bővíteni? $450 tudnánk. Igazából... Hogy áll az alkoholkészlet? Hát van mindenből minden. Akár fejleszteni is lehetne. Hát... Hát ezt fölfejlesztettük. A workshopot. De összekevertem most a kettőt, a raktárat a műhelyel összekevertem, bocsánat. Oké, akkor mindegy, nem baj végülis. Fölfejlesztettük legalább. Amúgy is akartam mind a kettő, szóval nem probléma. Közben elvileg... Ja, itt is van a szállítmány. Na nézzük, mi változott most a műhelyben. Talán nagyobb hely lett itt, vagy... Mi változott? Kacok, ezt valaki vágja? Amúgy kerékből nagyon nincs. Akkor rendelni kéne. Tükör. Abból van 5 darab. Ez jó. Olajos polc. Á, tényleg. Igen, motorolaj. Úristen. Akkor azt is rendelünk. Hát eléggé olasz így van, eléggé az lényeg. Na mennyi édesapa? Viszontlátásra. Az, hogy a hátsó tengely fordul annak a szarnak. Érdekes. Rendelünk most akkor még egy-két dolgot. Ó, hogy később majd lehet akkumulátort, gyertyát, meg ütőfolyadékot cserélni. Ez is érdekes, tök jó. Viszont a gumik ára most följebben, de hát muszáj 5 darabot muszáj ebből rendelni. Tükörből is. Hát mondjuk ez pont kurva drága, úgyhogy ebből biztos, hogy nem rendelünk. Ez így jöjjön meg, az szevasz. Ez bőven jó. Oké. Ezt kicsaptuk. Mit rendeltünk még? Alkoholmentest. Ide is, oké. És elvileg... Ide rendeltük ezt. Úristen! És... Jégkrém az föltöltve. Jó.
egyéb dolog, alkohol, van esetleg valami jó áron, valami nagyon-nagyon jó áron, hát úgy tűnik, hogy nincs, mondjuk ő de, ő jó áron van. Káden ezt kihagyni, ezt a remek alkalmat, mondjuk egy, tudom én, 5 darab, 5 kartonnal körülbelül. Ez is viszonylag egész jó áron van. Ez csak azért, hogy legyen. Hogy minél nagyobb legyen a választék. Jöhet ő is. Oké. Okay. Ja, motorolaj? Azt nem adtuk le. Köszönöm szépen, tényleg. Le tudjuk adni vajon? Ezt a rendelést még így utólag? Ja, on the way. Hú, kösz, hogy szóltatok. Ez teljesen kivent a fejemből. De mindjárt akkor ezt még leadjuk utólag. Oké, okay, nem probléma. Hát... ami a nevében is benne van, Szabi. Egy Berzikú szimulátor. Lényegében. Itt vagy, kész, fejleszted a vállalkozást, elég részletesen lehet fejleszteni, úgyhogy minden is, így egyben. Úgyhogy tök menő. Megvárjuk a Joe bácsit. Ennyi volt. Nem ez nem a demo verzió, hanem ez ilyen elő játék, vagy mi az, hogy hát lényegében szerintem ez a teljes játék úgy, ahogy van. Igazság szerint. És akkor az olaj. Így van, Szabi. Ez a cél. Tudunk lopni is, hát meg... sok érdekes dolog valamit úgy lehet. Egyben nehéz is így hirtelen mindent elmondani. Jó, ez jöhet is. No capacity! Jogos. Assza meg. Hát ezt kicsaptuk rendesen, mondjuk, ja. Azért nem kellett volna ilyen agresszívnak lenni, van egy olyan érzésem. Jujjujjujj. Most a jó. Gyereket addig fölcsapjuk. Hát mondjuk azért még ebből jöhetett volna egy kevés. Szia Bajuszka, jó volt? Hogy tetszett amúgy a film? Egy pillanat is itt vagyok, gyorsan csinálok egy innivalót.